Na Csül, Babi néni. Gyerekek, néztem mostanában, nem tudom, ismeritek-e ezt az ST22 Lacika ilyen kamionos videói vannak. Aztán arra jöttem rá, tehát már ez nagyon túl van izérve, olyan vágások, tudod, drónnal a tenger közepéből beszáll a izé, a mindegy, nagyon túl van bonyolítva, tehát túl van rajta dolgozva, hogy annyi amúgy nincs abban a videóban, mint amennyi körítés van, ráadásul ilyen könyvet ír magáról, meg filmet forgat magáról, na mindegy. Kicsit már izé, nagyon-nagyon túltolja, de nem is erről akarok beszélni. Hanem, nekem nagy félelmem volt, hogy egyszer a pornóipar a Fidesz kezébe fog kerülni, és majd ilyen neres nénikéket dugnak fideszes kis faszú fickók, de ennél sokkal rosszabb lett, gyerekek. Jézus Mária faszom. Nem tudom, mi volt ez, de majd erről mesélre. Gyerekek, reklámok vannak a pornó elején. Mégis hogy a kurva anyjukba képzelik ezt? Pont a pornó elejére. Tehát ez borzasztó. És én az a beletekergetős fajta vagyok, és vannak olyan oldalak, ahol még beletekergetésnél is ez a kezidó, vagy mit tudom én milyen, de mindegy. Gyerekek, ennél nagyobb tragédia nem történhet. Hogyha nem fogunk emiatt utcára vonulni, bánja a faszom amúgy, remélem amúgy, hogy az én videóimon nincs reklám. Mondjátok, hogy nincs, mert én nem akarom, hogy izé szenvedjetek itt ilyen buzi vises reklámokkal, mint ahogy én szenvedek a ti videóitok alatt. Kurva vises reklámot mindig nyomkodni zsíros kézzel, meg a faszom, mert nem vagyok rá kíváncsi. Na mindegy. De ez, gyerekek, a legnagyobb kibaszás, a legnagyobb geciség, hogy a pornóban most már reklám van. Hogy rohadna meg, aki kitalálta. Na, visszatérve ugye volt itt ez a izé zaj. Hát ezen a munkahelyen nem alakul valami jól a kezdet, ugyanis 3 nappal ezelőtt összetörtem egy öntött vas grillrácsot, ami 60 000 forint. Köszönjük szépen. Tegnap, meg hát ugye úgy van, itt látjátok ezt az elszívót. Ez ilyen brutális elszívó. Tehát, hogyha felvennék ezt a izé, vagy ruhát, tudjátok, aminek itt van ilyen hártya, hónalja meg a faszom, én tudnék szabad esés gyakorolni, mert kibaszottul szív. Csak, hogy kiszívja a meleget is. Na, azt úgy vagyok vele, hogy a faszom, tehát itt füstöl minden, konkrétan olyan füst van, hogy sokszor azt hiszem, hogy szürke hályogon van, mert már nem látok semmit. De hát inkább, mint hogy kiszívja a meleget. És elkezdett fájni a fejem tegnap, mondom, nehogy az legyen már, hogy ilyen izé, szénmonoxid mérgezést kapok, vagy valamit. Van felszerelve egy szénmonoxid mérő, és megpróbáltam seprűvel, mert magasan van, megnyomni rajta ezt a tesztgombot. Csak, hogy addig baszakodtam, amíg levertem a falról. Ezt most be kéne állítani balesetnek, nem? Ha jön a főnök, ami majd nem mondja már, hogy izé, ezt is lebasztam. Azóta ráadásul nem is működik. Azt kéne, hogy kiborítani ezt az oldalsó falat, azt már... ez valószínűleg összetört. Basszus, azon volt a szénmonoxid mérő is csúdába. Na mindegy. Csak hát a faszom már tegnap aggultam, mondom, meg fogok itt dögleni. Nem tudom, hogy annak idején hallottam, vagy bevált szokás volt, hogy a bányákba vittek le valami madarat. Az megdöglött, meg gyertyát. Az, ha megdöglött a madár, akkor para volt, mert elfogyott az oxigén. Vagy az szénmonoxidra nem vonatkozik. Most úgy is jönnek a varjak. Egy varjot beültetek ide a mikró tetejére, azt majd izé. Ha megdöglik, akkor megyek ki rágyújtani. Szóval, ja, ez van. Valamiért izé feldobta reggel a videómat, nem politizálok, csak már most elmondom, onnan faszomból jött ide légy. Na, Mészáros Lőrinc videót. És gyerekek, azért mekkora durva, hogy tehát Stephen Hawking lenyomorodva, meg bénulva egy beszédszintetizátorral értelmesebben ki tudta magát fejezni, mint ez a balfasz. Ráadásul szerintem ennek a fickónak fogalma sincs, hogy mi történik vele. Úgy megcsinálták, úgy van pénz, de én annyira nézném a vlogjait, mert olyan egy
mérhetetlenül buta ember, hogy én esküszöm legnagyobb rajongója lennék. Tehát, Mészáros Lőrinc, ha nézed a videómat, vagy bármi, bárki a nerdből, csinálj légy szíves vlogokat. Igénylem. Na jó van, gyerekek, hát ennyi van. Most jelenleg, ma vagy holnap derül ki, hogy megyünk el tájára a barbecue országos, vagy európai bajnokság, inkább országos bajnokságra. Igazából az a baj, hogy túl későn adjuk le a nevezést, így már nem biztos, hogy beférünk. Aztán ma péntek van, holnap hétvége, imádom most már ezt a munkahelyet, hogy a hétvégén szabadak gyerekek. De már ettől elszoktam. Na, kezdem a melót, csak mondom, gyors bejelentkezek már. Fú, amúgy hideg van. Motorral járkáltam, aztán most fáj a torkom. Ja, le kéne tennem azt a kurva motor, csak kényelmes vagyok. Na jó van, gyerekek. Szervusztok!